Sziasztok! Nagyon sok szeretettel köszöntünk titeket. Ez itt az E3 előkészítő műsorunk harmadik állomása, még mindig ugyanabban a ruhában, a mai napon pedig azért ülünk itt, hogy egy kicsit a Sony esélyeit latolgassuk az idei E3-on. Ugye ők is a nulladik napra gyűrköztek be a Microsoft után nem is olyan nagyon-nagyon sokkal. Szokásos helyen vannak 6-kor délután. Igen, úgyhogy itt a nagy kérdés az, hogy ők hogyan próbálják majd a Microsoft felkorbácsolta hullámokat amolyan hullámtörőként megfogni, hogy inkább akkor rólunk beszéljetek, ha-hó. Egy nagyon fontos dolgot kéne már itt az elején tisztáznunk, hogy a Sony részéről elhangzott egy nyilatkozat, nem is olyan régen, hogy a PlayStation 4, bár nem az Xbox One-nal szemben, de ezt úgy zárójelben odarakhatjuk, ugye egyrészt nem igényel majd folyamatos online kapcsolatot, és a másolt játékok védelmére sem kívánnak gyárilag hangsúlyt helyezni, ezt igyekezett a Sony hangsúlyozni, ezt majd a kiadók eldönthetik, hogy ők a DRM-mel akarnak-e foglalkozni, vagy sem. De elvileg a konzol az tiszta lesz, ez nagyon sokaknak azt mondta, hogy hű, akkor végleg eldőlt a vásárlás. Ehhez képest az E3-on mit gondoltok? Ezt még tetézik, megerősítik majd, megmutatnak majd valami dolgokat. Ugye azt tudjuk, hogy a visszafele kompatibilitást azt már mutogatták februárban is. Előnybe került a Sony most? Én úgy tudom, hogy nem lesz visszafelé kompatibilis. Hát a Gaikai segítségével, tehát nem fizikailag. Viszont van egy hatalmas kérdés, hogy a Gaikai az mennyire lesz elérhető mondjuk nálunk? Tehát, hogy mennyire fog ez működni? Igen, az nem az lesz, hogy akar itt off-üpösen a 8 megabittel a petike fölmegy. Működik, tehát. De nem vagyok benne biztos, hogyha berakom a Last of Us-t, akkor egy felhőből azt úgy fogom tudni játszani, ahogy azt játszani kéne. Mindegy, tehát nekem az egész Gaikai meg felhőből játék voodoo, ez tényleg olyan, hogy majd meglátom, és akkor majd eldöntöm, amit hogy kell abban a sárkó. Amit nem tudok megfogni, az nincs. Nincs, jó magyar mentalitással, ezt tudom sajnos csak mondani. És amit nem értek meg, az gyűlölöm. Tegyük hozzá, jó? Hozzá, ami nem saját, az dögöljön meg. Én azt gondolom, hogy először is nagyon szép, hogy azt mondta a Sony, hogy ők nem fognak a használt játékokban abba az irányba elmozdulni, de majd csak figyeljetek, hogyha viszont a Microsoft tényleg meglépi ezt, és elindul, akkor szerintem idővel mindenki el fog mozdulni abba az irányba. Tehát ne legyenek illúzióink, amiből plusz pénzt lehet leszedni, abba szépen mindenki be fog állni a sorba. Ne, ilyen a piac, még gazdaság, akkor is, hogyha most ugyan. Ez nagyon szépen hangzik, hogy egyfajta szabadság harcosaként a Sony azt mondta, és itt most magam ellen beszélek, tehát azt mondta, hogy nálunk nem lesz a fenéket, hogyha valaki ezt meglépi. Az első prémium csekkeknél az lesz, hogy na gyerekek, üljünk le, mit tudunk ezt még. Ezt mondtuk, de még se lesz. De azt gondolom, ennek ellenére azt gondolom, amit két nappal ezelőtt is mondtam már ugyanebben a ruhával, hogy ugye? Alapvetően most nagyon-nagyon önhibáján kívül nagyon kényelmes pozícióba keveredett a Sony. Mert hogy Nintendo sehol, az Xboxnak van egy elképesztő negatív internetes fogadtatása, a Sony pedig ott áll, és volt két hetük arra, hogy nagyon alaposan átgondolják, hogy mit fognak mondani. Tudják az Xboxos sajtótájékoztató után, hogy mire érzékenyek a gamerek, tudják, hogy mi nem tetszett az embereknek. Na, akkor most tessék mutatni valamit. Hát nekik egyetlen egy nagy problematikájuk lehet, és térjünk át erre szerintem, hogy ugye most jön az a pont, amikor be kéne mutatni a konzolt. Ők egy kontrollert mutattak. Pontosan ezt akartam mondani, hogy... Itt most azért, azért ott valószínűleg egy kicsit fognak izzadni, hogy vajon majd ők már tudják, hogy néz ki az Xbox van, mi még nem tudjuk, hogy milyen lesz a PlayStation 4. Szerintetek ez még változtathat valamit? Az, hogy megmutatkozik a PlayStation 4, és kiderül, hogy mégsem olyan, mégsem úgy, amiket mutattunk demókat, az mégsem úgy. Hanem tehát, tényleg egy VHS. Hanem. Képzeljétek el azt, hogy ezek a szerencsétlenek ott ülnek, és már kész van egy PS4, ami úgy néz ki, mint egy régi típusú hifi torony. Bekészültek, majd azt látják, hogy úristen, előállt. 80-as évek mégsem menő. Egy fele akkora dobozzal előjött az Xbox, és mindenki halálra alázza őket, és ott egy úristen, hogy fogunk ebből egy negyedekkora dobozt csinálni két hét alatt? Juan, befér akkor ez egy ekkora doboz? Igen, kéne ezt kéne ilyen kicsiben. Tehát én azt gondolom, hogy lehet, hogy elképesztően szerencsés... Tehát van, nem? Elképesztő szerencsés pozícióban is lehet a Sony, meg borzasztó szar pozícióban is lehet, igen. Mert lehet, hogy ők pont valami hasonló dizájnnal készültek, és most ott vakargatják a fejüket, ugyanakkor meg azt látják, hogy viszont rengetegen rendelték elő az Xbox-t, akkor most reagáljuk. Hogy fölment a részvények ára, ugye a
bemutató igen, után. Igen, reagáljunk, elképesztő. Ne reagáljunk, kire reagáljunk, a piacra reagáljunk, vagy az internetre reagáljunk. Tehát ez egy ilyen abszolút kiszámíthatatlan dolog. Egy nagy pozitívum van a mostani áramnak. Hogy... És tegyük hozzá, bocsánat, hogy a szabadba igen. vágok, hogy ne felejtsük el, és ezt annyira jó, hogy mondtad, hogy a piacra reagáljunk, vagy az internetre reagáljunk. Ez nagyon fontos kérdés persze. szerintem, mert ha megnézed az Activision-t, ami az internet alapján az Activision egy bukott cég. Így van. Nem? Ha az internetet nézed, mert megmondták a emberek, ott van fönn a neten, akkor azok megbuktak. És akkor hogy is van? Bocsánat, Call of Duty hogy áll? A minden idők legjobban eladott FPS-e? Egyébként nem volt ekkora flame a Black Ops 2 kapcsán. De manapság is divat. Azért, mi a hát Call igen, of Duty az kiírom, zseniális. Azért, hogyha kiírom, hogy COD, akkor azonnal ismeretlen. Hát ez biztos, hogy szar lesz. És annak ellenére, hogy tehát ezért mondom, hogy az internetnek is megvannak a korláta, és ezért mondja jól szerintem az Ádám, hogy a piac az nem az internet, a hangadó, a véleményformáló erő az nem a piac. Hogyha a piacot nézzük, akkor viszont lehet, hogy például a Microsoftnak a gondolatmenete az volt, hogy úgyis apuka fogja megvenni a csemetének a ismerje föl legalább. Igen, tehát Mocsi fogja megvenni a gyerekeinek az Xbox One-t, és hogyha már megvette Mocsi az Xbox One-t, akkor szeretné ő is használni tévézgetésre, meg Skype-olgatásra, de mondjuk a Mocs inkább játékra használni, hogyha ez kurva rossz példa volt. Skype-ol valaki egyet? Ezt majd valahogy kifütyüljük. Én szoktam Skype-olni tévén, emlékszem, hogy 4 évvel ezelőtt egyszer a Flatline-en és az Endrével egy meetinget tartottunk Skype-on, amikor otthon voltam betegen. Egyébként nem az a fő negatívum, hogy most Skype-ol-e valaki tévén, vagy nem, hanem inkább az, hogy tényleg, amiről itt off-camera beszéltünk, amíg az Endre átállított egy pár dolgot, hogy itt egy set-top boxról beszélünk. Mármint az Xbox kapcsán. Az Xbox-tál, igen, egy set-top boxról beszélünk, ami még egy set-top boxon keresztül működik. Ráadásul egy olyan világban, ahol már az okos tévén is a Skype-ot simán bekapcsolhatod, mert ugye már a legtöbb ilyen tévén ott vannak az okos tévé funkció. Itt jön be az a sztori, ugye egy nappal a sajtótájékoztatót után olvastam egy ilyen cikket, hogy mekkorát behúzott most a Microsoft az Apple-nek, mert az Apple évek óta rejtegeti a tévéjét, ami majd figyelni fogja a gesztusokat, be lehet kapcsolni hangvezérléssel, és annyiba fog kerülni, mint a halálcsillag. Majd jött a Microsoft, és azt mondta, hogy itt van ez a doboz, 150 ezer forintért, dugd rá a tévédre, és ugyanazt fogja tudni, mint pletykák szerint az új Apple TV. Rendben, de jó, de azért... Apple hipster bázisa az... Szerintem ez segít, hogyha úgy beszélünk, hogy... Mondom, az Apple hipster bázisa el fogja tartani azért az Apple-t, úgyhogy nem hiszem, hogy nagyon aggódnak ezért. De nem is csak ez a lényeg szerintem egyébként. Fogyogat? Milyen laptopod van? Én már nem veszek több laptopot olyat. Na, és ez, de ez egy másik ez videó egy teljesen másik majd. Videó, és teljesen másik beszélgetés téma. A lényeg az, hogy egyébként tényleg nagyon furcsa, hogy minden okosodik, és ehhez mérten egy olyan funkciót próbálunk erősíteni, ami már egy pirítóba is benne tud lenni, akár minden megnyomod a gombot. Tehát, hogy... az ember. Igen, csak mi hűlünk. Hagyjuk a Mocsit is szóhoz jutni, jó? Mit gondolsz, Mocsi, most akkor visszatérek a kérdéshez. Tehát az most még a Sonynak válhat-e kárára, hogy bemutatja magát a konzolt? Rosszul is elsülhet-e még? Őszintén, láthattam már olyan PS3-as dizájnt, vagy PS dizájnt, ami rosszul néz? Nem. Lelkemből beszélsz, Mocsi. Tehát igazából én ettől nem félek. Tehát amit ki fognak hozni, az már csak az Xbox One 7 miatt szerintem mindenki azt fogja mondani, még ha nincs is úgy, hogy a Sonynak szebb a konzolja. Ez a tapasztalat. Ezzel együtt mit gondoltok? Ugyanúgy megy majd a játékverseny is, és akkor legyen ez az utolsó kérdés. Ugye már a Sonynak van némi előnye, több címet bejelentettek, és ezek között azért már volt olyan kizárólagos vagy exkluzív cím is, ami érdekes lehet. Merre billen a mérleg? Ez most teljesen egy szubjektív véleményetekre vagyok kíváncsi, Dave. Tehát 3 nappal ezelőtt, azaz vagy 20 perccel, ahogy tetszik, beszéltünk arról, hogy a Sony exkluzív címei azért borzasztóan erősek, és erre most rá is tripláztak idén. Ugye jön ki holnap után pénteken a Last of Us, ami nem egy embert fog rávenni arra, hogy vegyen egy PS3-at, vagy ellopja a közvetlen főnökéjét. Illetve október elejére ígérik a Beyondot, ugye? Október elejére ígérik a Beyondot.
ami ugye szintén egy Cage Project, úgyhogy elég garantált a sikere, és a Sony ebben borzasztóan jó, nagyon-nagyon ügyesen csinálja, ügyesen veszi a fejlesztő stúdiókat, ügyesen rakja össze őket, ügyesen... Na, mindegy, a játékverseny az igazából már a PS3 bejelentésénél eldőlt igazából. Onnantól PS4 bejelentésénél. Nem, már a PS3-nál igazából. Amikor ott jöttek az exkluzív címek, akkor azért már látszott, hogy... Ha én azt mondom, hogy PS3-nál, akkor az így van. Ott voltam, közben láttam. Igen, szóval közben mutogatják nekünk, hogy el kell búcsúznunk, tehát várjuk a Sonyt, nem hiszem, hogy úgy kollektíve félnünk kéne attól, hogy itt most óriási nagy visszaesés, vagy egy nagyon nagy fordulat következik. Szerintem annyi fog történni, hogy élesedni fog a verseny. Tehát nem lesz annyira egyértelmű a véleménykülönbség. Bologassatok, ha így gondoljátok. Így van. Köszönjük szépen, holnap pedig beszélünk arról, hogy mit csinál majd a GameStar az E3-on. Sziasztok!